Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt. Műsorral is készültek a Garai Gimnázium diákjai a Cipős Doboz akció ünnepi átadóján. Ez is jól tükrözi a fiatalok lelkesedését, ahogyan a jótékony ügy mellé álltak és heteken keresztül gyűjtötték az ajándékokat a rászoruló gyerekeknek. A Cipős Doboz akciót a Diák Önkormányzat szervezte és koordinálta idén is. Én úgy gondolom, hogy itt nem az ajándék ára, vagy hogy mi van abban a dobozban a lényeg, hanem tényleg olyan, ami úgy kicsit érdekessé tudja tenni egy hátrányos helyzetű gyerek helyzetét, vagy segít neki. Én például ruhákat tettem bele, egy-két csokit, egy kulacsot, könyvet, ilyesmit. Az átadón Heima Józsefné igazgató elmondta, büszke a gimnázium tanulóira, akik fiatal koruk ellenére nagy szociális érzékenységről tettek tanúbizonyságot a gyűjtés során. 10 éve kezdtük el, egészen pontosan 2008-ban ezt a dobozgyűjtő akciónkat. Akkor még a Babits Mihály általános iskolával közösen, és hogy elgondolom, hogy a 10 év alatt több mint 1500 gyerekhez jutott el a garaista gimnazisták által összekészített kis ajándék. A közel 100 ajándékokkal teli cipős dobozokat a Humán Szolgáltató Központnak adták át, akik a velük kapcsolatban álló családoknak juttatják azokat el. Nagyon nagy örömmel fogadtuk, tudtuk, hogy a Garai János gimnázium már évekkel ezelőtt is gyűjtött, és más gyerekeknek is nyújtottak nagyon nagy örömeket ünnepek alkalmával, és nagyon büszkék voltunk arra, hogy az idén a mi intézményünkre esett a választásuk, hogy a mi ügyfeleinknek adják át ezeket az ajándékokat, amelyeket itt a színpadon majd átveszünk. A Humán Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat több mint 600 gyermeket patronál a körzetében. A mostani ajándékcsomagok a családok átmeneti otthonában élő gyermekek karácsonyát teszik majd gazdagabbá.